Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az előbb tanult 91. Zsoltár első versét énekeljük. 91. Zsoltár első verse így kezdődik: aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Helyünket elfoglalva könyörögjünk tovább a mindenható Istenhez énekszóval. A 372-es számú dicséret első három versét énekeljük. A 372-es számú dicséret első három verséből az első vers így kezdődik: könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét olvasom úgy, amint az írva található a 91. Zsoltárból. 91. Zsoltárból így szól hozzánk Isten igéje. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbot felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az urat tartod oltalmadnak, a felséges hajlékodnak nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiállt hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Kegyelmes Istenünk cselekedje, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, de engedelmes befogadói és megtartói is legyünk. Ezért csendesedjünk el és imádkozzunk. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Ahogyan szoktuk is énekelni, Urunk, olyan csodálatos nekünk a te igéd. Az, ami itt van előttünk, amit a kezünkbe adtál, és amit a szívünkre szeretnél helyezni. A te igéd, amely áldás. A te igéd, ami tükör, ami vezet bennünket. Urunk, szeretnénk most erre az igére, erre az üzenetre figyelni. De megvalljuk neked azt, hogy nagyon sok gondolat van a fejünkben, nagyon sok félelem, nagyon sok bánat, és nagyon sok bűn a mi életünkben, ami megakadályoz minket abban, hogy igazán rád figyeljünk. Arra kérünk, Urunk, hogy csendesíts most el minket. Csendesítsd el a mi háborgó lelkünket, és segíts, hogy tényleg rád tudjunk figyelni. Arra tudjunk figyelni, amit ezen az alkalmon te készítettél, ami számunkra egyen-egyenként. Nyitogasd a mi szívünket, a mi értelmünket, és segíts, hogy a te igéd gyökeret verjen, és gyümölcsöt teremjen. Így áldj meg bennünket, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 246-os számú dicséret első versét énekeljük. A 246. számú dicséret első verse így kezdődik. Adj Úristen nékünk szent lelket.
Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 16. fejezetéből, annak is válogatott verseiből szeretném olvasni. Amíg az igét elolvasom és azt magyarázom, a gyülekezet figyelmes szívvel ülve hallgassa meg. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 16. fejezetéből a 16. verstől válogatott verseket olvasok a következőképpen. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, tudniillik Pál és Szilász, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ezt több napon át is művelte, Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt, a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott. Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte, Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta a sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Amen. Kedves testvérek, december legvégén egy nagyon érdekes élményben volt részem. Akkor ott, abban a pillanatban nem történt, vagy nem tűnt túl nagy számnak a dolog, nem is tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, de visszanézve és a dolognak a következményeit látva, illetve hallva, mégis azon gondolkoztam, hogy mégiscsak nagy szám volt, amit én ott megtapasztaltam, mert hogy lehetett volna másképp is. Történhetett volna más eredménnyel is ez a dolog. És hálaadásra indít, hogy velem és a szeretteimmel akkor ott nem történt semmi baj. Történt ugyanis, hogy a december 29-i horvátországi petrinyai földrengésnek a közelében voltam, és éreztem a hatását. Ugyanis egészen pontosan december 29-én Siklóson tartózkodtam, ami légvonalban Petrinyától körülbelül 160 kilométer. És ahogyan ott voltunk egy házban, éppen rendezkedtünk, akkor egyszer csak azt éreztük, hogy olyan bizonytalan alattunk a föld. Mint amikor az ember egy olyan parkettára lép, ami fel van egy picit púposodva, és úgy meginog. És mivel nyilvánvalóan tudjuk, hogy azon a vidéken azért előfordulhatnak hasonló dolgok, ezért gyorsan mi is kimentünk az épületből az utcára, és vártuk, hogy mi lesz. Még a férjem mondta is, hogy ő akkor éppen telefonált, neki támaszkodott az autónak, és még akkor is érezte, hogy bizony egy picit úgy inog a föld alattunk. Ez elmúlt pár másodperc volt az egész, nem is tulajdonítottunk neki túl nagy jelentőséget. Egészen addig, míg este hazafelé jövet, fel nem csatlakoztunk a világhálóra, és nem tapasztaltuk azt, hogy az, aminek mi egy pici részét megéreztük, az bizony néhány kilométerrel arrébb hatalmas károkat okozott, sőt, emberéleteket követelt. A horvátországi Petrinyában házak váltak lakhatatlanná,
és emberek vesztették el az életüket. És akkor úgy az emberben felmerül a kérdés, hogy mi lett volna, ha? Hogy bele sem gondolok, de egyik pillanatról a másikra az életem veszélybe kerül. Mert mi van, ha az a földkéreg néhány kilométerrel errébb mozdul meg? És én úgy mentem el reggel, úgy hagytam itt a gyermekeimet a szüleimre, hogy még előző este úgy köszöntem el tőlük, hogy másnap este 8-ra itt vagyok, hiszen 8 órára legkésőbb haza kell érnem. Másnap estére itt leszek, és akkor majd együtt vacsorázunk, és minden rendben lesz. És akkor úgy az ember elgondolkozik azon, hogy mi van, ha nem jövök haza. Persze ehhez nem kell földrengés, és nem kell nagyon messze menni. Tényleg elég, hogyha csak autóba ül az ember, az sem veszélytelen, sőt ki sem kell mozdulnia az embernek a házból ahhoz, hogy baj történjen. De mégis egy-egy ilyen dolog arra indítja az embert, hogy úgy átértékelje az életét. Gondolja végig, mi minden történhetne. És hova megyek? Kihez megyek? Hova futok, hogyha baj van? Az emberi élet egyik pillanatról a másikra veszélybe kerül, és nincs hova futni. Egy gyönyörű zsoltárt olvastam fel, a 91-et. Így kezdődik, aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Picit ízlelgessük ennek a zsoltárnak a sorait. A 91. zsoltár a kutatások szerint eredetileg a zarándokoknak szóló zsoltár. Azok a zarándokok, akik hosszú napok zarándoklata után, akár egy teljes hét zarándoklata után elérkeznek a templomba. Hozzák az áldozatukat, mert szeretnének hálát adni az egész éves termésért, szeretnének könyörögni a következő évért, a családjukért, az egészségükért, és bizony hozzák a bűnnel terhelt életüket. Hozzák a lelküket, azokat a bűnöket, amiből feloldozást várnak. És akkor ott a pap a templomban fogadja ezeket a zarándokokat, és állítólag a kutatások szerint ott hangzott el ez a zsoltár, és ehhez nagyon hasonló egyéb zsoltárok is. Amikor a pap arra szólítja fel a zarándokot, hogy vallja meg bűneit, magasztalja az Istent, és elmondja azt is, hogy ennek mi a következménye, az Isten hogyan fogadja a hozzáérkező embereket. A felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Meleg nyári napokon semmire sem vágyunk jobban, mint hűs, árnyékos helyen megpihenni. A fa, vagy bármi, ami árnyékot ad, az egyúttal védelmet is ad. Véd bennünket a napkáros sugaraitól, véd bennünket a hőgutától, és annyira jól esik egy kicsit megpihenni az árnyékos helyen, akkor, amikor akár egy kirándulás, vagy egy kemény fizikai munka után elfáradva, kimelegedve szeretnénk egy picit megpihenni. És pihenésről beszél a zsoltáros. Mit fejez ki ez a mondat? Az, hogy biztonságban vagyok. Hogyha valaki le tud feküdni egy árnyékos helyre, és ott tud pihenni, akkor az azt jelenti, hogy nincs körülöttem veszély, mert különben nem fekszem csak úgy le egy árnyékos helyre. És a mindenható árnyékában pihenni, az pedig azt jelenti, hogy maga az Úristen adja meg nekem ezt a biztonságot. Az ő árnyékában lenni az azt jelenti, hogy úgy pihenhetek, úgy engedhetek le egy picit a mindennapok forgatagában, hogy ő az, aki biztonságot ad nekem. Ő ad nekem oltalmat, védelmet. Nyugodt vagyok, mert védelmezőm a mindenható. És aki így tud tekinteni az Istenre, azt mondja a zsoltáros, hogy aki az Isten közelében nyugszik, az ezt mondhatja az Istennek. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. A vár, oltalmam és váram. A vár az, ami a benne lakóknak védelmet adott. Ha jön a támadás, ha jön valaki, aki el akarja foglalni azt a várat, vagy bántalmazni akarja a benne lévőket, akkor az a vár, a várfal az védelmet ad a benne lakóknak. Aki a várban lakott, az tudhatta,
hogy támadás esetén is védve van. Bizony egy-egy támadáskor, aki nem lakott a várban, azt is behívták, beengedték a vár védelmet nyújtó falai közé. És ezután a Zsoltárban egy sor kép és ígéret részletesen kifejti azt, hogy mit is jelent Isten oltalma. Ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől. Ez a Zsoltár olyan nagyon szép szavakkal kezdődik. Ugye, ahogyan mondtam is, és talán el tudjuk képzelni lelki szemeink előtt, a mindenható árnyékában pihenni, a nyugodt körülmények vannak, még talán halljuk is, hogy csicseregnek a madarak, picit fúj a szél, és milyen jó leső érzés, és akkor egyszer csak jönnek ezek a mondatok. Ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől. Komorodik a Zsoltár hangulata. Itt már konkrét támadásra utal a zsoltáros. Vagy olyan helyzetre, ami ellen nem tehetünk semmit. Ami ellen nem tudunk a saját erőnkből védekezni. Pusztító, dögvész, halált okozó betegség. Hát a mai időkben azt gondolom, hogy ezt olyan nagyon nem kell magyarázni. Amikor tényleg tehetetlen az ember, és ki van szolgáltatva, jön a támadás. Teljesen mindegy most, hogy milyen formában. Jön a támadás, és ott vagyok tehetetlenül, és csak felemelem a kezem, hogy mit tegyek, hogyan is védekezzem. A madarás csapdája, ami pedig már egy direkt odahelyezett csapda. Direkt nekem szól. Ellenem szóló támadás, és bármit bele lehet ebbe gondolni. Bármi olyan, ami ellenünk szóló támadás, és nem tudok védekezni ellene. De akkor újra jön a biztatás, tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Amikor ezeket a sorokat olvastam, akkor a gyerekkorom jutott eszembe. Gyerekkoromnak a falusi udvarai, ahol néha megjelent egy-egy tyúkocska a kis csibéivel. Nekem is van konkrétan egy ilyen élményem. Szüleim házában egyszer csak megjelent egy tyúk, a miénk volt, csak néhány napja már nem láttuk őt, és akkor hozta a kis csibéit. Tyúk anyó lett belőle. Nem is tudtuk, hogy ő tojásokat rakott, és abból kikelték a pelyhes kis csibék. És az egyik kedvencem egy kis teljesen fekete kis csibe volt. És akkor mit csinál a tyúk anyó? Kiterjeszti a szárnyait, és a csibéi oda gyönyörűen be tudnak vonulni. Az én kisebbik lányomnak is az egyik kedvenc játéka, amikor a templomból kifelé megyünk, és rajtam van a palást, hogy a palást alá bebújik. Igen, a tyúkanyó védi, tollaival védi az övéit. És jöhet a veszedelem, jöhet az eső, jöhet bármi. A tyúkanyó védi a kis csibéit. Óvja, félti őket. Nem történhet semmi baj, mert szárnyai alatt oltalmat találnak. Pajzs és páncél a hűsége. Ez már megint csak egy kevésbé idilli kép, hiszen háborús helyzetre utal, de a pajzs és a páncél, mint a tyúkanyó szárnyai a csibéit, véd. Óv engem. És így beszél, így személyesíti meg ez a zsoltáros az Istent. Hogy ő úgy vonz engem magához, és úgy véd, mint a tyúkanyó védi az ő kis csibéit, mint a pajzs és a páncél védi azt, aki magára ölti ezt a fegyverzetet. És folytatja a zsoltáros, ha az urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. És amikor már ide eljutunk a zsoltár olvasása közben, akkor lehet, hogy felmerül bennünk a kérdés, hogy valóban ilyen egyszerű lenne? Valóban semmi baj nem érhet? Vagy talán az a kérdés is megszületik bennünk, hogy de ha mégis ért engem baj, akkor az azt jelenti, hogy én nem vagyok jó keretjén? Valamit nem jól csináltam? Valamit elrontottam, ami miatt ez a mondat nem volt igaz az én életemben? Mert jön a baj, mert jön a veszedelem, mert érnek csapások. Rosszul csináltam valamit? Uram, bocsá, rossz keresztjén vagyok? Miért nem véd meg engem? Miért engedi? Feltettük-e már ezt a kérdést? Miért engedte
hogy ilyen történjen velünk. Az Isten közelség, ami itt megfogalmazódik, az nem a baj nélküli életet jelenti. Úgy olvastam valahol, hogy ez nem egy piaci alkú eredménye, hogy én odaadom az Istennek a hitemet, és ő cserébe mindentől meg fog engem védeni. Nem így működik a dolog. Lehet, hogy kicsit ismerős az a mondat ebből a Zsoltárból, amikor azt mondja, hogy angyalainak parancsol, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Egy új szövetségi történetből visszacsenghet ez a mondat. Mégpedig a sátánnak a szájából, amikor megkísérti Jézust. És azt mondja, hogy vesd le magad a templom párkányáról, hiszen nem érhet téged baj. Hát megígérte, nem? Angyalainak parancsol, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Ezzel kísérti a sátán az Isten fiát. És lehet, hogy néha ezzel kísért bennünket is. Hogy egyrészt vagy abban, hogy engem nem érhet semmi baj, hiszen az Isten mellett vagyok. Vagy pedig pontosan abban, hogy ha baj ért, ha veszedelem ért és történt az életemben, akkor mégsem vagyok az Isten mellett. Illetve ő nincs mellettem, azért, mert baj történt az életemben. Igen, de az Úr Jézus röviden és tömören visszautasítja a sátánnak ezt a kísértését, amikor azt mondja, az is megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Nem azt mondja, hogy csinálj bármit, mert úgysem érhet téged baj. Épp ellenkezőleg. Azt mondja, hogy legyél folyamatosan az Isten mellett, a bajban és a veszedelemben is. Maradj az Isten közelében. Hiszen megy tovább a Zsoltáros, és azt mondja, ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban. Ez a Zsoltár is egyértelműen kimondja, hogy jöhet nyomorúság. De én ott leszek vele. Ha kiált hozzám, én meghallgatom. És a nyomorúságában is, ami éri a keresztény embert is, az Isten mellett élő embert is, én ott leszek a nyomorúságában. És ez bármiféle bajt, nehézséget jelent, nem csak fizikait, hanem lelkit is. Mert sokszor az talán még nagyobb teherként nyomaszt bennünket, mint a fizikai bántalmak. Igenis valós dolog minden ember számára. Az Isten ott van az övéi mellett. És itt hadd térjek az új szövetségi történetre, amit felolvastam. Pál és Szilász éppen Európában, Filippiben vannak. Az első európai város, amely egy idő után majd keresztyénné válik. Az első európai város, ahol elkezdik hirdetni a Krisztus evangéliumát. És ezért a munkáért, meg azért, mert ők meggyógyítanak egy beteg lányt, ezért bebörtönzik őket. Nem is akárhogyan, kalodába zárva. Azaz még a mozdulataik is le vannak korlátozva. Nem csak, hogy börtönben vannak, és a szabadságuktól meg vannak fosztva, de egy helyben kell nekik ülni, állni, korlátozva vannak. Pusztán azért, mert ők hirdették az Isten evangéliumát, ártatlanul. Nem védekezhetnek, nem mondhatják el, hogy még ha igazuk is lenne a filippieknek, akkor sem csinálhatnának ilyet, mert Pál római állampolgár. Nem hallgatják meg őket. Börtönbe, kalodába zárják az Isten embereit. És ők mit tesznek ebben a helyzetben? Énekelnek. Éjfél tájban imádkoznak, és énekelnek. És a rabtársak hallgatják őket. Nem lázong senki, nem szidalmazzák őket, hanem hallgatják ezt az Isten magasztaló éneket. A bajt és a veszedelmet is Isten dicsőítésére fordítja ez a két ember. De szeretném megtanulni ezt. De szeretném teljesen a magamévá tenni azt, hogy a bajban, a veszedelemben is érezzem azt, hogy az Úristen, mint egy tyúkanyó, odavonz engem, szárnyaival betakar, és ott is érezni az ő jelenlétét, és áldani, és magasztalni őt. Istent magasztaló hálaadást a nehézségek
idején is, és kimondani Krisztussal együtt az ő szavait, hogy igen, atyám, mert így volt kedves te előtted, még ha nem is értem, még ha fáj, vagy az új fordítás szerint, igen, atyám, mert így láttad jónak, és ezt elfogadom, ha nehéz, akkor is, elfogadom a te kezedből, és bízni abban, hogy szárnyaival betakar téged. És hogy miért jutott eszembe erről a történetről az a decemberi élményem, mert hogy Filippiben is megremegett a föld. Isten ott úgy szabadította meg az övéit, hogy az Istent magasztaló imádság és ének hatására földrengés támad, és megnyílnak a börtönajtók, és megnyílik a kaloda. És ennek aztán az lesz a következménye, nem csak, hogy ők kiszabadulnak, hanem hogy a filippi börtönőr egész családjával együtt Krisztus követő lesz, mert látja és érti a csodát. Látja és érti, hogy itt Isten cselekedett. És még inkább megremegett a föld akkor, amikor az Úr Jézus az életét adta értünk. Ott is van egy földrengés. Akkor, amikor ő leteszi az ő életét, akkor olyannyira megremeg a föld, hogy a jeruzsálemi templom kárpitja, ami elválasztja a szentek szentjét a templom többi részétől, az felülről az aljáig ketté hasad. Ez pedig azt jelképezi, hogy megnyílt az út. Jézus utat nyitott az atyához. Azzal, hogy ő letette az életét, és aztán majd feltámadta halottak közül, utat nyitott az atyához. Mehetek hozzá. Mehetek és pihenhetek az ő árnyékában. Mehetek és odabújhatok az ő szárnyai, oltalmazó szárnyai alá. Mehetek, mert megvéd. Az ő hűsége engem, mint pajzs és páncél. Mehetek a bajaimmal, a nehézségeimmel, a fájdalmaimmal és a veszteségeimmel ő hozzá. Mehetek, mert vár engem. Mehetek, mert hív engem a Krisztus érdeméért. Bízunk benne, hogy soha ne kelljen földrengést átéljünk. Bízunk benne, hogy ne kelljen természeti katasztrófákat, csapásokat átéljünk. De remélem azt, hogy ilyen földrengésként ható élmény, amikor megtalál minket az Isten, amikor odaborulhatok a lába elé, amikor átadhatom az életemet, adjon nekünk erőt és hitet a veszedelmek közepette is. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ismerjük az ő nevét, és Krisztusért atyánknak szólíthatjuk meg őt. Ő oltalmaz és véd bennünket. Szárnyaival betakar, pajzs és páncél a hűsége. Legyen ez mindig erős hitünk, és legyen ilyen hitünk Pálhoz és Szilászhoz hasonlóan a nehézségek közepette is áldani és magasztalni az ő háromszor szent nevét. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, te nem ígérted, hogy ez a földi élet könnyű és problémamentes lesz. Sőt, azt kérted, hogy aki téged akar követni, az tagadja meg magát és vegye fel naponként az ő keresztjét. Urunk, keresztünk számtalan van. Sok nehézség, amit napról napra hordunk. De Urunk, azt is tudjuk, hogy ebben te segítesz nekünk. Nem kell egyedül cipelnünk a terheinket, hiszen te vagy az, aki már mindent felvittél a keresztfára. Urunk, arra kérünk, hogy add nekünk ezt a hitet és bizalmat, ami a nehézségek és próbatételek közepette is áldani és magasztalni tud téged, hogy úgy tudjunk hozzád menni abba a biztonságba, amit te nyújtasz nekünk, hogy hisszük és valljuk, hogy te megsebzel, de be is kötözöl bennünket, és a te kezed az meggyógyít. Így kérünk, Urunk, ezért a közösségért, ezért a gyülekezetért. Áld meg a jelenlevőket és a távol maradottakat egyaránt. Légy a betegekkel, Urunk, és ha kedves neked, adj gyógyulást. És Urunk, kérünk azért, hogy szeretteinket is őrizd, és áld meg az ő életüket.
Jézus Krisztusért kérünk, aki életét adta értünk, és ezzel nyitotta meg a mennyországba vezető utat. Amen. Együtt fennállva imádkozzunk az Úr Jézustól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hogy mindannyian tudjunk közös dolgainkról, helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, azért nem látunk majd a kis újság hátulsó oldalán a megszokott alkalmainkból, mert hogy február 22-től bűnbánati hét indul, és ezeket az alkalmakat, ezeknek az alkalmaknak az idejét és helyét az újság elején fogjuk megtalálni. Böjti alkalmak, böjti időszakba léptünk, és a következő heti bűnbánati alkalmak és a hétvégén megterítendő úrasztala ebben segít bennünket, ebben akar bennünket végigvezetni. Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket tehát ezekre az alkalmakra február 22-én és 23-án hétfőn és kedden 17 órától az újvárosi gyülekezeti terembe várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel, és február 25-én és 26-án csütörtökön és pénteken szintén 17 órától viszont a belvárosi gyülekezeti házba hívogatunk mindenkit. Február 28-án, vasárnap pedig 8.30-tól két pón fogunk úrvacsorás istentiszteletet tartani, 9 órától az újvárosi gyülekezeti teremben, 10 órától pedig itt a belvárosi nagy templomban terítjük meg az úrasztalát, és hívogatunk mindenkit szeretettel. Emlékharangot hirdetek február 21-én, a mai napon, 11 órakor belvároson emlékharang szól, Nagy Lajos halálának 21. évfordulója emlékére, és felesége Nagy Lajosné született Kis Jolán halálának 6. évfordulója emlékére. Emlékeznek szerető gyermekeik, családjaikkal. Szintén a mai napon, február 21-én 13 órakor belvároson emlékharang szól, Dávid Mihály halálának 7. évfordulója emlékére, és felesége Dávid Mihályné született Juhász Julianna halálának 18. évfordulója emlékére. Emlékeznek lányaik, Ági és Judit családjaikkal. Isten adjon vigasztalást az emlékező családoknak. Adományt hirdetek, az elmúlt héten belvároson tartottunk házassághete kapcsán istentiszteletet, és ennek a belvárosi istentiszteletnek a persely pénze 17.310 forint volt. Köszönjük az adományokat, és itt hívom fel a gyülekezet figyelmét arra, hogy adakozzunk továbbra is jókedvel, mert a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. A kisújság hátoldalán a házasság hetéről a gyülekezetünkben találhatunk egy rövid cikket, amit elolvashatunk. Isten legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora továbbra is. Kedves testvérek, záró énekünket énekeljük, amelyik a 480-as számú dicséretünk. 480-as számú dicséretünknek az első, harmadik és ötödik verseit énekeljük. Első, harmadik és ötödik verseit. Első verse így kezdődik. Ó, könyörgést meghallgató, édes atya, mindenható. Könyörgést meghallgató.
Fennállva énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.